Ez egy full elektromos autó, két motorja van, a hátsó motorja 470 lóerő körül van, az első pedig 290. Elektromos autócsodák álltak péntek délelőtt a Korzó föld alatti parkolójában. Mindegyik környezetbarát, futurisztikus és elektromos meghajtású volt. Iszonyat jól nézett ki. Álmélkodva nézegették a járműveket ezek a nyíregyházi diákok. Azt mondták, eddig csak fotókon, videókon láttak ilyen autókat, de szerintük a nem túl távoli jövőben már Nyíregyházán is ilyenek róják majd az utakat. Szerintem egy olyan 10 éven belül biztosan bekerülnek a forgalomba. Már tölteni is lehet ezeket a különleges autókat a Korzóban, erről számoltak ma be az üzletházban. 6 darab töltőpontot alakítottak ki, melyeket ünnepélyesen szalagátvágással adtak át. A vezetőség azt mondta, azt szeretnék, ha az elektromos járművek tulajdonosai szívesen jönnének ide vásárolni. Fontosnak tartjuk, hogy ők is hozzánk járjanak vásárolni. Természetesen egy ilyen elektromos autó töltés 3-4 óráig tart, és mi ennek nagyon örülünk, hogy ők addig itt vásárolnak. Nyíregyháza önkormányzata 25 millió forintot nyert elektromos töltőpontok kialakítására, erről már dr. Kovács Ferenc beszélt. A polgármester elmondta, évvégére így az üzletház mellett a Kossuth tér közelében is ingyenesen lehet majd az elektromos kocsikat tölteni és a zöldrendszámú autókkal parkolni. A belvárosban 10 töltőállomást építünk. Ha minden jól megy, már karácsonyig, de ez attól függ, hogy jövő héten tudjuk indítani a beszerzési eljárást, milyen szállítási határidők hogyan alakulnak, és természetesen úgy tekintjük, hogy ez az első fontos lépés, vannak terveink a jövőre nézve is, de hát azért az önkormányzat városfejlesztési programjába évek óta beépült az, hogy környezetvédelemre, környezettudatosságra figyeljük. Nem csak Nyíregyházán, hanem az egész országban egyre több elektromos töltőállomás jöhet létre. Ezt erősítette meg dr. Aracki András. Az energiaügyekért felelős államtitkár elmondta, a kormány tervei szerint rövidesen 80 kilométerenként lehet majd elektromosan tankolni. Az a célunk, hogy Magyarország elektromos autókkal is átjárható legyen, és autópályákon, főbb autótakon 80 kilométeres távolságonként lenne töltőállomás, elektromos töltőállomás, ami pontosan elegendő ahhoz, hogy bárki gond nélkül el tudja indulni mondjuk Hegyeshalomtól Nyíregyház irányába, akkor egy elektromos autóval át tudja szelni az országot. Az államtitkár hozzáfűzte, a gyors töltők kialakítását célozták meg, mert ez biztosítja a gyors közlekedést. Majd arról is beszélt, hogy Magyarország a térségben vezető szerepet kíván betölteni az e-mobilizáció területén.